Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes kis programot szeretnék bemutatni, a Sprechnote elnevezésű programot. Ez igazából kell vagy nem kell, ezt te tudod. Nyilván elmondom az előnyeit, hátrányait. Gyakorlatilag miről beszéltünk? Ez a kis programocska offline, tehát internet nélkül, le fogja neked tudni fordítani magyarról angolra például a szöveget. Angolról magyarra nem. Tehát itt vannak ilyen kis korlátozások, illetve nem korlátozások, hanem inkább olyasmi, hogy bizony a magyar kisebb nyelv. Azaz, magyarról le tudsz fordítani egy szöveget bármelyik nyelvre, ahogy lehet látni a kirás természetesen beszédből tud szöveget csinálni, azaz én diktálok, ő pedig ír, illetve szöveget fel fogja neked tudni olvasni. Miért izgalmatosabb az, hogy neked offline van a dolog? Azért, mert sokan tartanak attól, hogy bizonyos böngészőkben elérhető funkciókkal, diktálás, felolvasás, egyéb, az bizony a nagy testvér jól kihallgatja, jól kiolvassa azokat a szövegeket, amit te oda beírsz, vagy éppen bediktálsz. Én úgy gondolom, hogy ettől igazából nem kell tartani, hiszen legalábbis én olyan szöveget nem diktálok a gépnek, amit akármelyik nagy testvér ne hallgathatna meg, ha pedig esetlegesen mégiscsak meghallgatja, akkor örüljön neki, hogy hallja a hangomat, vagy éppen a szövegből audio állományt készítő eszközök, vagy éppen fordítva audio állományból készítünk szöveget, mármint írásos szöveget, akkor azt ő nyugodtan megnézheti. Na de oké, ez így nagyon olyan paranoidnak hangzik, de hát mindenki maga tudja. Én inkább azért gondolom azt, hogy ez jó program, mert a diktálás megtörténhet úgy is, például, hogy nincs internet kapcsolat, tehát akkor is meg tudod csinálni ezt a feladatot, illetve felolvastatni azt a szöveget, amikor nincs internet kapcsolatot. Kettő, ami nagyon-nagyon bosszantó dolog, hogy bizonyos böngészőket ezek a programok, mármint az interneten elérhető lehetőségek nem támogatnak. Illetve ami engem igazából bosszantott, hogy audiofájlból, persze ezt a program önmagában nem tudja, de egy kis barkácsolással megoldható, ide-oda átirányítgatott hangfolyammal meg lehet vele oldani, hogy bizony egy audiofájlból, egy MP3-asból csináljon nekem írott szöveget. Egész szépen elkészíti, nem tökéletes, egyik sem az természetesen, de nagyon jól ellátja a feladatot. Azaz kikerüljük azt a korlátozást, hogy vannak olyan böngészők, például a Firefox, amit a Microsoft ilyen háttér dolgai nem nagyon támogatnak, illetve kikerüljük azokat a dolgokat, hogy bizonyos, hát hogy is mondjam, MP3-asból szöveget leíró, szöveget diktálós, szöveget készítő oldalak korlátozott mennyiségbe engedélyezik ezt a funkciót, azaz mindent a saját gépünkre, saját kezünkbe teszünk. Ami nagyon fontos, és azt hiszem már mindenki észrevette, Flatpak csomagba fog érkezni, vagy natívan támogatja a te disztribúciód a Flat csomagok telepítését, vagy felmész a FlatHub-ra, és utána szépen letöltögeted, installálod. Az installáció, ahogy lehet látni, viszonylag nagy 1,1 giga környéki anyagot hoz le, és ez nem minden. És ez nem minden, mert ez maga csak a programocska, tehát a háttérprogram, az adatbázisok letöltése szintén elég drabális, elég nagy darab, és igazából akinek 2-3 giga nincs feleslegesen a Winchesterén vagy SSD kártyán, ő neki nem feltétlenül lesz jó ez a program, igencsak testesre sikeredett, nyilván a nagy adatbázisok miatt. Oké, telepítés után elindítjuk a programot, én már el is indítottam. Én telepítés után rögtön elindítom a programot, mindig megnézem, hogy működik-e, felrakom hozzá azokat a dolgokat, amit ő elvár, nyilvánvalóan itt az adatbázis. A nyelvi adatbázist, felrakjuk, tehát rányomunk a nyelvekre, kiválasztjuk azt a nyelvet, beírjuk, hogy hú, tehát magyar, és utána a magyarra bökünk. Itt, ahol nekem a delete van, ott természetesen a letöltés fog lenni, mindent. Én azt javaslom, mindent tölts le, és utána, ami nem kell, azt távolítsd el. Azért mondom, hogy mindent tölts le, mert különböző nyelvi modellekkel működik ez az egész. Ez nem nagyon értek,
Elfogadom, hogy sokféle van, elfogadom azt is, hogy hát bizony, ezeket ki kell próbálni, meg különbözőféle működés van, különféle minőségben vannak. Oké, tehát ez egy ilyen dolog. Letöltünk mindent, és utána mindegyiket kipróbáljuk, hogyan tudja átalakítani a beszédemet szöveggé, vagy a szövegemet, az írott szövegemet beszéddé. Azaz diktálás, illetve felolvasás funkció hogyan működik? A fordítással van egy probléma, a fordítás megy természetesen magyarról angolra, de angolról magyarra nem megy. Azaz erre oda kell figyelni, aki azt szeretné, hogy az angol szöveget ez lefordítsa, neki jelen pillanatról beszélek. Én a jelen pillanatról tudok beszélni, az október vége 23-ban, gyakorlatilag itt a angolról magyarra fordítás még nem működik. Ez mindig bővül, tehát nem kell megijedni. Oké, gyakorlatilag ennyi, letöltesz mindet, nagy anyag, nem egy másodperc alatt fog lejönni. Következő, becsukjuk az ablakot, és bizony, keresünk egy magyar szöveget, ami legyen ez egy szöveg, jó? Be is lehetne másolni hosszabb szöveget, de én úgy gondolom, hogy itt nem szeretnék ezzel foglalkozni, megmutatja, hogy lefordítja. Nagyjából jól lefordíthatta. Az, hogy mennyire jó a magyar-angol fordítás, azt nem tudom megítélni, olyan szinten én nem tudok beszélni angolul, nem beszélek angolul, így helyesebb. Úgy én ezt eldöntsem, hogy ez mennyire jól fordít, mindenki el tudja dönteni, hogy saját magának ez megfelelő-e. Na hát ennyi az, ami kellemetlenebb, nem szép, és igazából, hát hogy is mondjam, hát jó lenne, hogyha angolról magyarra is tudna, de nem tud. Oksi, nem tud, mert nem tudod átváltani, csak mondom. Oké, a következő gondolat, hogy fel is olvastathatod a szövegedet, hát bizony beírod és utána felolvastatod, az teljesen mindegy, angolt is fel tudnád olvastatni, ha az angol adatbázist is, nyelvi adatbázist is felrakosgatnád. Oké, ennyi. Idáig eljutottunk azzal, hogy hát bizony, ami hiányosság, akkor menjünk oda, ami jó dolog. A jó dolog nyilvánvalóan az, hogy van egy hosszabb szöveged, amit fel tudsz olvastatni. Nézzük is meg, itt van egy szöveg, amit én írtam, hogy jogtiszta legyen, teljesen jogtiszta. Én ide be fogom illeszteni, be van illesztve, látható a szokásos beilleszt, kivág, egyéb dolog megvan itt, és akkor logikusan a felolvasásra fogunk kattintani, kiválasztod azt a lehetőséget, amelyiket te választani szeretnéd. Ezért mondtam, hogy az összes nyelvi modellt be kell installálni, és kiválasztod, ami neked tetszik. Hát nézzük is meg, hogy ő hogyan olvas fel, elindítjuk, és akkor hallgassuk meg a szöveget. Udacity Audio szerkesztő kiadta a következő beta verzióját. A projektkiadási külső hivatkozás oldala szerint az új kiadási már több zenével kapcsolatos funkciót is tartalmaz, mint például az ók, sidők és a batch-mesures közötti váltás, valamint az időhúzó tíme stretching clipek, amelyek a dal tempójához igazítják. Ennyi. Felolvasta, nem egy nagy dolog, váltsunk másik modellre, legyen Berta. Legyen Berta, kellemes női hang, felolvastatjuk. Az Audacity Audio szerkesztő kiadta a következő 3.4.0 beta verzióját. A projekt kiadási külső hivatkozás oldala szerint az új kiadás immár több zenével kapcsolatos funkciót is tartalmaz, mint például az OPPSS idő és a batch és measures közötti váltás, valamint az időhúzó time stretching klipek, amelyek a dal tempójához igazítják a klipeket. Miután eldönti az ember, hogy a több lehetőség, féltucat lehetőség közül neki melyik a kellemetesebb, kellemesebb, nyilvánvalóan mit csinálunk, megpróbáljuk azt, hogy hogyan tudunk mi diktálni. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy amit én diktálok, azt nagyjából jól leírja. Kísérletezni kell, hát bizony azt hiszem mindenki sejti, hogy a legideálisabbat, számomra a legideálisabbat már beállítottam, de ha valakinek más tetszik, más jön be jobban, más írja le a szövegeket jobban, ő neki esetleg más modell az, amit beállítható, logikusan itt lehet beállítani. Láthatóan van elég sok, én úgy gondolom, hogy valóban ki kell próbálni mindegyiket. Nézzük is meg!
elindítjuk, és folyamatosan beszélünk. Azért mondom, hogy folyamatosan beszélünk, mert gyakorlatilag, amikor abba hagyom a beszédet, ő elkezdi feldolgozni a dolgokat. Hát be is fogom a számot. Ahogy látni, pár másodperc után, illetve a szöveg hosszától függően, pár másodperc után elkészíti a szöveget, mindenki látja. Át kell nézni természetesen, jó minőség. Én azt mondom, hogy az általam kiválasztott modell jó minőségben dolgozik, gyorsan dolgozik, igaz, nem olyan gyorsan, mint például, hogyha internetes böngészőn keresztül próbálom ugyanezt megcsinálni, ott valóban majdnem igaz az, hogy realtime-ba azonnal megjelenik a szöveg, de nyilvánvalóan feltehető, hogy az ottan lévő háttérben működő gépek valamicskével igencsak sokkal erőteljesebbek, és hát több processzorral is működnek, nem olyan, mint az én szegény kis gépecském, ami bizony már kezd 3 éves lenni, és hát nem a legmodernabb, de elvégzi azt a munkát, amit kell, ahogy ez a programocska is elvégzi, szuperül. Azt kell mondanom, szuperül elvégzi a dolgát. Hozzáteszem, ki kell választani azt a modellt, és ezzel próbálkozzatok először, és akkor nem lesz az, hogy mindegyiket végigpróbáljátok, és utána ide eljutok, szóval kipróbáljátok ezt a modellt, és dolgozni fog. A felolvasás szintén jól működik, nekem nagyon kellemes, illetve hát azt mondom, hogy nagyon kellemes. Nem egy profi felolvasó, természetesen nem egy szuper olyan felolvasó, aki ebből él, és úgy hangsúlyoz, és mindent tud, és észreveszi, hogy a évszám után a pont, az természetesen nem kell kiolvasni, hogy pont. Szóval tudjátok, hogy mi a problémája a gépi felolvasásnak, de működik. Sokkal jobban működik, mint a semmi, sokkal jobban működik, mint a régebbi. Pár évvel ezelőtt próbálgattam ki ezeket a modelleket, de ez szépen olvas fel a maga kategóriájába. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó hangból szöveget, illetve szövegből hangkészítést kívánok, hiszen ez a programocska ezt a két funkciót szuperül ellátja. Köszi szépen, sziasztok!